Akkor ha megkérdezik, ki a teremtőd, mondd azt, hogy Allah. És ha kérdezik, milyen autót szeretnél, mondd azt, hogy Mercedes-t. Vallon Széla újságíróra három férfi támadt rá Pristinában, miután kiposztolta ezt a gúnyos videót a Facebookra. Szerintem a fő bajuk az volt, hogy a nyilatkozataimban és a cikkeimben vicces voltam. A támadással rá akartak ijeszteni minden hozzám hasonlóan gondolkodó koszovóira, aki nem hagyja magát megfélemlíteni az iszlám dogmáitól. A 2011-es népszámlálás adatai szerint Koszovó lakosainak 96%-a muszlim, 2%-a katolikus és 1%-a ortodox. Bár Koszovó szekuláris állam, mégis sokszor fenyegetik meg azokat az újságírókat, akik kritikus hangot ütnek meg az imámokkal szemben. Ez a tapasztalata Volnet Kresznyiki újságírónak is, aki elítélte a kollégája Vallon Széla elleni támadást. Eddig 4 ember ellen tettem feljelentést. Amikor a munkámnak ilyen nagy a visszhangja, az csak plusz motivációt ad, hogy folytassam. Koszovónak több olyan emberre lenne szüksége, akik félelem nélkül kimondják az igazat. Mazlem Mazlemi imám egy drága autót kapott ajándékba a prizreni hívektől, amikor nyugdíjba vonult. Vallon Széla ezt bírálta a Facebook posztjában. Ez váltotta ki az erőszak hullámot. Mazlemi imám a szegényekkel való szolidaritást hirdeti, mégsem látja problémásnak, hogy ilyen drága ajándékot kapott. Az újságírók elleni támadásokat viszont elítéli. Ez az ajándék nagyon jókor érkezett, hiszen nyugdíjba vonulok. A vallásos dolgokat nem szabad kigúnyolni. A vallásos dolgok szentek. Egy újságírót megverni nem helyes. Nem tudom, Koszovó mennyire biztonságos ország. Ez az állam feladata. A rendőrség tájékoztatása szerint Koszovóban 2022-ben 20 újságírót támadtak vagy fenyegettek meg. Ezekről a témákról továbbra sem fogunk hallgatni, figyelemmel fogjuk kísérni az ügy fejleményeit is. Az Európa Tanács által létrehozott újságírók biztonsága platform legújabb jelentésében azt írják, Koszovóban különösen nagy problémát jelentenek a médiamunkások elleni támadások.